Na, az a helyzet, hogy innen még fölfelé vezet az út, ugyanis egy apróságot elfelejtettem, nevezetesen, hogy inventorim is van, jó? Tehát ez egy rendkívül hasznos dolog, amit ki kell használni, jó? Tehát igen. Az a helyzet, hogy az inventory management ebben a játékban egy istenverte katasztrófa, és nem is nagyon értem egyébként, hogy mi volt a koncepció ezzel, hogy értem én, hogy nincsenek ládák, de bakker, tehát az egész világ egy láda. Az egész világ egy láda. Na szóval, nekem gyorsan egy kicsikét itt meg kell ritkítanom a dolgaimat, hogy legyen bármi helyem, ami azt jelenti, hogy én gyorsan fogom magamat és kidobom ezt mindenképpen. Billynek a pisztolyát szintén kihajítjuk a francba, és talán lesz lehetőségem arra, hogy felszedjek mindent, ami kell nekem, jó? Talán, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de majd ki fog derülni menet közben. Egyelőre még jó vagyok. Apró kis kitérő, bocsánat. Tényleg ez a baj, hogyha nem szeretnék többször visszamenni ugyanarra a helyre, akkor sajnálatos módon kénytelen vagyok így csinálni a dolgokat. Szóval ugye ott tartottunk, hogy én most itt voltam. Itt megtisztítottuk a paukoktól. Paukok azok még lesznek egyébként, jó, de nem kell tőle félni egyáltalán. Szóval megtisztítottuk a paukoktól itt a helyet, és most megyek vissza szépen itt rebízni. Na most itt szerintem minden megvan, sőt az a helyzet, hogy ezt a kék-pirosat vagy kék-zöldet sem fogom tudni megtartani, szóval teljes mértékben mindegy. Visszaváltunk Rebekára, ugye. Na most itt pedig van egy kis feladványom, Power Supply, igen. Tök egyszerű egyébként megoldani, jó, tehát természetesen használjuk a panelt. A megoldás az, hogy 70-ig kell föltolni, mindegyik más fölfele-lefele dolgot irányít, szóval megint ugye ez a tipikus puzzle, ami van Resident Evil játékokban, igazából fel, ennyi a megoldás. Jó, tehát akkor fel, még egyszer fel, aztán azt lekapcsoljuk a következőt. Ilyen próba szerencse igazából, tehát megnézitek, hogy mennyit változik. Oké, és akkor a következőt is fel, és tökéletes, meg is vagyunk, bekapcsoltuk az áramot. Boldogtá! Wasting your time. I have already claimed this place for myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. Crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. I can't. Hold on.
Na, akkor most meg kell mentenünk Rebekát, akit egyébként nem olyan nagyon bonyolult elérni, hogy hogy rádiózik menet közben, arra fingom sincsen egyébként, ugye rendkívül két kézzel kapaszkodik. Itt meg lesz egy kurva majom, de hál' Istennek nem kell sokat foglalkozni velük, jó? Tehát... Ja nem, már kijöttem onnan, bocsánat, aki teljes mértékben jó vagyok. Szóval, gyakorlatilag annyi dolgom van, hogy én fogom magamat és szépen itt visszajövök. Ugye? Kénytelen vagyok errefele jönni, ugyanis ez az egyetlen út, amerre ugye Rebekát el fogom tudni érni. Hogyha emlékeztek, elvileg minden jó nálam, igen. Hogyha emlékeztek, mondjuk itt is kitottam volna pakolni, na mindegy, akkor mutatták, hogy az egyik ilyen cucc azt ugye lezárta, ahol jött a gőz. Ugye? Emlékeztek. Na most itt megint barátkozunk egy kicsikét, szóval először is... Lábom még egyiket sem lőttem, itt volt az ideje, szóval... Bazd meg! Nem ez volt a terve egyáltalán, higgyétek el nekem, jó? Őtőlük mindenképpen meg kell szabadulni, ugye, és ez a két jó ember, ez mindenképpen itt fog tanyázni a későbbiekben is. Sőt, még egy harmadik is csatlakozik hozzájuk, akit nem szeretnénk. Akit nem szeretnénk. Közben pedig, ugye erre lefele fogok tudni jönni. Ugye? És nézzük, hogy állok. Totálisan fine-ban vagyok, ami azt jelenti, hogy képes vagyok most errefele jönni. És jól megmenteni Rebekát. Amit visszatöltöttem a shotgun lőszereket. Egy helyre majd még be fogok menni kicsivel később, amikor már lesz helyem hozzá, jó? Amikor már lesz helyem, csak akkor. Na ez jó lesz. Itt... Csak akkor lőjetek, amikor a majmok ott vannak a képben. Kettő. Három. Négy. Gyors töltés, nem tudom, hogy mennyi van még. Ott van még egy. Bazd meg! De agresszív kis rohadék volt. Még mindig van? Még mindig van, vagy volt. Oké, lőszeri, de még jók vagyunk. Talán elfogytak, elvileg mindegyiket leszedtem. Ja. Azért jövök itt körbe, hogyha esetleg nem, akkor még mindig ki fogom tudni kerülni őket, és akkor itt... majdnem ott hagytam előszert, bocsánat. Majdnem ott hagytam előszert, nem hagyjuk ott. És akkor pedig irány vissza. Rebeka most így belegondolva egyébként az előző kört, azt még így is meg tudtam volna csinálni probléma nélkül, de mindegy, majd visszajövök a többi felszerelésért. Megyünk mi még arra, jó? Megyünk még arra. Na, menjünk menteni. Rebecca! Hang on. I'll pull you up. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? This is Rebecca. Over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. Oh.
There was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! So did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Na, szóval, Vilmosunk az majdnem elkövette a dolgokat, ugye? És innentől kezdve pedig, ugye szeretnétek, akit tudtok menteni, én ugye nem olyan túlságosan régen, 10 perccel ezelőtt csináltam, szóval most nem fogok. Nem foglalkozunk ilyen apróságokkal, hanem akkor megyünk tovább szépen. És a következő hely az pedig itt van ennél az ajtónál. Itt pedig akkor Rebekától elkérek egy pár dolgot. Erre jelenleg nincsen szükségem, viszont kérek egy gránátvetőt, merci beaucoup. Ezt szerintem átpasszolom, és kérek helyette egy ilyet, az a biztos. Jó, szerintem ezzel most így el leszek. Reméljük a legjobbakat legalábbis. Akkor mehetünk tovább. Na, következő részig, ez már nem egy olyan nagy hakni, de figyelni kell. Azért szemét tud lenni. Maradjál, jó? Persze, hogy nem váltottam, mert egy idióta vagyok. 4 darab ilyen lőszerem van, remélhetőleg el fogom tudni használni őket. Pont el fogom tudni használni, reméljük. Csezd meg! Rohadt életbe, ezek még mindig fönn vannak. És leköpött. Meghalt vagy nem? Ez most nagyon nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. De legalább meg vagyok mérgezve, szóval most akkor visszahívjuk ide Rebekát. Gyorsan. Rebi! Gyere ide! Köszönöm, adjad ide, jó? Hoci nekem azt a cuccot. Na ezért küldjük igazából előre Billit. Sokkal jobban vagyok, már csak Oceanbe. Köszönöm szépen, sokkal jobb. Maradjál ott, jó? Maradjál ott, egy apróságot még gyorsan megcsinálok, mielőtt tovább mennék. Hál' Istennek elhasználtam a gránátokat, szóval ennyivel egyszerűbb, nem kell azt is cipelni magammal. Miért vagyok Oceanbe, kurva élet, mindegy, majd visszafelé majd úgyis lesz 2 darab zöld növény, amit föl fogok tudni kapni, szóval az teljesen fasza. Teljesen fasza. Na itt ezen a részen, hogyha szépen lassan sétáltok, akkor az totálisan tök jó. Jó estét uraim, elnézést a zavarásért, köpök egyet én is, jó? Francba. Normál esetben, hogyha kellően középre álltok, akkor sikerül egy darabból megcsinálni, nekem most nem sikerült egy darabból megcsinálni, jó? Na mindegy, szóval rendkívül élve elégettem. És megvan egy kulcs, az a kulcs, az pedig majd mindjárt meglátjátok, hogy mihez fog kelleni. Aki esetleg nem tudná, jó? Tehát ez egy nehéz eltéveszteni amúgy, de mindegy. Mehetünk tovább, köszönjük szépen. Szóval, gránátokat elhasználtam, van még nálam 4 darab robbanó, 5 helyett, mondjuk 5 az jobb lett volna, de mindegy, ez van eszköz szeretni. És akkor menjünk fölfele, ha már itt vagyunk, jó? Na most a kulcsot, azt én pedig itt fogom tudni elhasználni, emeszekrénynél. Itt. Köszönöm. Ez pedig egy táska, ki gondolná, ugye? Na most a táskának a trükkje az, hogyha valaki esetleg nem tudna, de szerintem nem tudom, hogy véletlenszerű egyébként a kód, szerintem nem. Szerintem nem. Hogyha megnézzük a táskát, akkor azt mondja, hogy csak egy ilyen kombinációs zár van rajta, és rá van írva, hogy 385, tehát rá van ugye kaparva.
Nagyon bonyolult egyébként, tehát ki az Isten használja így az számzárat, azt nem tudom, de mindegy, szóval akkor 3, 80, 5. Ezt szerintem már csak azért tették bele egyébként, hogy kicsit idegesítsék a játékosokat, amúgy teljes mértékben fasza, jó? Szóval, van nekünk handgun partunk, ami azt jelenti, hogy elkérünk Rebekától egy pisztolyt, köszönjük szépen, és akkor szépen fölturbozzuk neki. Custom to Bustom, oké, okay. Exchange, ezt vissza is adjuk neki szépen, jó. Váltunk Rebekára. Nem tudom, milyen mérföldkövet értem el, de mindegy. Szóval, shotgun lőszert fölveszik Rebekával. Nem ezt akartam, hanem van magnum lőszer, véletlenül se hagyjátok itt, jó? Véletlenül se hagyjátok itt valamint, itt van pisztoly lőszer, szintén Rebekával felszedjük, oké. Okay. Mondom, felszedjük. Mindenhez bazd meg, odaírtak valamit. Komolyan mondom, megőrít. Komolyan mondom, megőrít. Na most a következő rész, az pedig jó lesz. Nézzük csak, gránátvető van nálam, ennyi van nálam. Ezt egy pillanatra elkérem csak Rebitől, biztos, hogy biztos, hogy összekombájnolom. Mehet is vissza közben. Egyébként rájöttem, hogy hogyan lehet átadni így, másik irányba kell, jó? Tehát egy balra-jobbra tudom adni, hogy hány darabot adunk át. Most már ezt is tudjuk, jó? Maradjál, jó? Billyvel lemegyünk, Rebekával meg oda megyünk szépen. És akkor megyünk tovább. Itt igazából nem egy olyan túlságosan bonyolult dolog egyébként. Rossz gomb, bocsánat. Rebekával kell igazából így nyomkodni. Egyedül annyi, hogy bal, tehát ez L gombot kell megnyomni, és onnantól kezdve ezt így kinyitja Billynek. Folyamatosan csak azt kell nyomni, semmi mást az égvilágon, jó? Tehát ez itt teljesen fasza. És van nekünk egy ilyen jó kis savlövedékünk, kiváló. Acid grenades, ez nagyon fog kelleni. Szóval mielőtt még hülye vagyok és elfelejtem, gyorsan átkombinálom, jó? Ez kurvára erős, jó? Használjátok előszeretettel. Aztán megindítunk egy helyet Billynek, köszönjük. Tökéletes. Tehát látjuk, hogy mi hol van. Nem, bocsánat. Vilmosunkkal idejövünk. És most pedig Rebekával visszajövünk és csinálunk Billynek egy kis helyet, jó? Nem vált automatikusan a kettő között, szóval erre figyeljetek mindenképpen. Na most pedig akkor visszaváltunk Billyre. Ezt el ne cseszem, gyerekek, ezt el ne cseszem. Nézzük. Szóval, van itt egy gomb. Harci szekvencia indul. Ajtó bezárva. Kurva hunták. Hunterekkel az a legnagyobb probléma, hogy nem lehet őket lelőni minden egyes... Farkam. Nem lehet lelőni őket minden egyes frémen, tehát figyelni kell arra, hogy éppen mit csinálnak, jó? Tehát haldoklás közben például teljes bukta. Gyere te pöcs. Oké. Okay. Másik még nincs itt. Megvan. És akkor most gyorsan oda megyünk és belelövünk egy egészségeset. Ennyi volt. Jó? Konyec meghult igazából. Egy vagy kettő darab shotgun lövés miután kaptak egy savat, az teljes mértékben elég nekik. Oké? Okay? Általában egy, hogyha közel vagytok hozzájuk. Bár az nehéz. Nehéz, jó? Tehát nem nagyon érdemes megrizikózni. Na mindegy. Szóval akkor most megvan a kulcsunk is. Amivel tovább tudunk haladni. Gyere, Rebi. Tökéletes, köszönjük. Egyébként ez a beszélgetés, amit folytattok Rebekával, ez ilyen tök jó egyébként, hogy tényleg megöltél 23 embert? Én nem igény... Nem ítélkezem, csak tudjam. Há, bazd meg! Milyen az, amikor ítélkezni kell, de tényleg. Mondja már el nekem valaki, tehát hogy ezen nem kell ítélkezni, akkor mi ne? Meg ez a... Most akkor tényleg megölt? Hagyjuk, de közben ő ellenkezett, ez persze nem kell megosztani az információkat, ebből vannak a drámák, ugye? Természetesen, szóval akkor shotgun lőszer, egyéb lőszer, nézzük csak, nekem fog kelleni mindenképpen hely. Ami nem egy olyan fasz a dolog, mert minden van, csak az nincsen. Úgyhogy szerintem most megyünk tovább. Aztán meglátjuk, hogy vissza kell-e még jönnöm, ide kiderül. Most ezt az állatos cuccot egyébként nagyon sokan mondtátok, hogy szopóág és hogy kurva nehéz kitalálni. Na most ugye itt vannak a... Tehát, hogy Law of the Jungle, tehát, hogy az erős prédál ugye a gyengén. Na most a megoldás a következő egyébként, hogy mindig valami állatot kell kiválasztani, és az áldozatot és a ragadozót kell kiválasztani. Szóval most fogom magamat, és először a szarvassal kezdek.
vagy mi az Isten ez, őz, nem tudom melyik, szarvas, és őt pedig hozzá rendelem a farkashoz. Látjátok egyébként, itt van a mindegyiknek a szövege. Ott is van. Tehát, hogyha megnézitek a leírásokat, ebből lehet tudni egyébként, hogy micsoda. Azt mondja, hogy az erős fogaim által le tudom teríteni még a legnagyobb szarvas vadállatot is. Jó, tehát ezek az indikációk, hogy miket kell csinálni, hogy miket kell nyomkodni, hogy a gyengébtől az erősebbik. Szóval akkor megvan a farkas. Következő az a lovunk lesz. A sorrend az egyébként nem mindegy, jó, tehát akkor erre figyeljetek. A lovat pedig hozzá fogjuk rendelni ehhez a, nem tudom, oroszlán párduc valamihez, nem mindegy, ehhez a macskához. Valami. És az utolsónk pedig van itt egy ilyen kígyó. Gyere ide, K. Persze frame-re pontosan ott kell lenni, szóval az meg nem mindegy. Remélem, hogy a levegőt akarom fölgyújtani. Nem, most ez sikerült. Őt pedig szépen egy ilyen kis madárhoz hozzá fogjuk csapni. Jó, és hogyha ezt így jó sorrendben csináltuk, ez meg is van, és kinyílik egy ajtó. Na most itt pedig kettő hely kell nekem, majd mindjárt kiderül, hogy van-e annyi. Persze, hogy nincs, mert miért lenne, semmi közöm nincsen hozzá. Szóval akkor egy kis kitérőt gyorsan teszünk, jó? Akkor most fogom megcsinálni azt a, nem tudom, Billynél van minden, vagy nem? Nem. Tudjátok, mint akkor a következőt fogom csinálni, hogy exchange. Jó, ezt átveszem Rebekától. Ezt visszaadom Rebekának, és ezt visszaveszem. Jó, és akkor a következőt azt még gyorsan meg fogom csinálni. Hogy? Mindjárt visszajövök, Rebi, jó? Hát igen, meg kell szabadulni sajnálatos módon egy pár dologtól. Először is most van annyi helyem, egy hely kellene legalább, de nincs egy dekasel, akkor legfeljebb majd dzsongdőrködök egy kicsikét. Szóval, először is itt vannak zöld növények, én mindenképpen gyógyítok magam a negyet, szóval ezt így először is kidobom, aztán fogom magamat és szépen fölveszek egy ilyen gazt. Ezért jó egyébként itt hagyni néha, amúgy sem fogom tudni őket egyébként magammal vinni különösebben, szóval menet közben, hogyha gond van, akkor nyugodtan el lehet használni, és már is fajin minden, jó? Ide még vissza tudunk jönni, hogyha valami különösebb probléma van, nyugodt szívvel. Billy, vedd már fel azt a kurva döltényt, jó? Köszönöm szépen. Megvan. Gyerünk, arra fölfele. Most ugye megyünk kifele innen. Barátunkkal még megbeszéljük élete döntéseit. Ugye azért is kaptam egyébként egy trófeát az előbb, hogy fölgyújtottam ezeket a rovadékokat, meg azért is kaptam egyet, hogy lábon lőttem egy zombit. Jó, tehát nyugodtan lehet ezeket használni. És jelenleg még a következő pénisz nincsen itt, majd nem sokára itt lesz, jó? Szóval, visszamegyek most először oda, ahol ne kelljen többet, ahol ugye először le tudtam menni, amikor kinyílt a kép. Ez az első, amit meg fogok csinálni. Lefele. Volt ott egy ajtó ugyanis, amelyiket kinyitotta Rebecca ezzel, hogy megpiszkálta azt a kapcsolót. Na, most pontosan oda fogok menni, jó? Ugye itt pókok voltak. Ezt megcsináltam volna akkor, amikor itt vagyok, és akkor nem kell visszajönni igazából, nálam volt minden, de mindegy. Jó, tehát itt gyakorlatilag ami kell nekünk, van több dolog is. Jelen, a kanna az nekem nem kell, viszont ez igen. Jó, tehát pisztoly, lőszer, dögivel, irgalmatlan mennyiségben, kurvasok. Jó, nagyon-nagyon kell. Azzal a pénisze nem kell foglalkozni, aki itt van, azzal igen. Gyere. Egy fej mínusz, és akkor gyorsan odafutok, és még fölveszem azt a... azt ott, jó? Meg is van. Na most elvileg ez az a szoba, ahol ugye voltunk. Mindjárt kiderül. Aztán lehet egyébként, hogy nem, de minden esetre most itt bemegyek. Aztán lehet, hogy most itt fogják tépni a seggemet, remélhetőleg nem. Remélhetőleg nem, szóval futunk. És bazd meg, igen! Ezt benéztem, itt még mindig rohadt majmok vannak, akkor megyünk körbe, jó? Én itt nem fogok szórakozni. Itt van az a szemétláda, amelyik a Rebekával szórakozott. Anyukádat azt! Szevasz! Na, oké, kiváló! Még egy trófi, és fine-ban vagyok, szóval akkor... Most, hogy ezt megbeszéltük, mehetek vissza. Hát igen, inventory management, nem egy egyszerű történet, jó?
Ne menjetek át azon az ajtón, oké? Ne menjetek át azon az ajtón, az égvilágon semmi értelme nincs, ha csak nem szeretnétek szétrúgatni a seggemet. Tagoknak elérhető egy videó egyébként, ahol egy olyan 1 óra 20 perc alatt jutottam el idáig, és természetesen rossz helyre fordultam, és megtépték a seggemet, jó? Tehát erre nekem az égvilágon semmi szükségem nincsen. Na most akkor, ott mi az Istent hagytam? Tehát egy pisztolyt meg egyebeket, ha igaz, ugye? Vagy ez micsoda? Egy pisztoly, jó, oké. Az nem kell. Valami más is van még ott? Mi az? Az meg elvileg izé lesz. Ja, pontosan, tökéletes, akkor pont itt fogom hagyni egyébként a dolgaimat. Szóval akkor hagyjunk itt. Nézzük csak. Gránátvetőt itt hagyjuk. Nem? Többet meg már nem hagyhatok itt, bakker, jó. Az tök jó. Az tök jó. Akkor viszont szerintem én ezt leviszem Rebinek, jó? Az a tuti. Az a tuti. És akkor most pedig talán itt tudom hagyni. Nem ezt, hanem... Többet már nem. Oké, rendben van. Na, most talán már lesz elég helyen mindenre. Most talán már lesz. Elnézést kérek a kis plusz körért, nem volt szándékos, de hát sajnálatos módon nem tudok mit csinálni ezzel. Inventory management. Itt van a pénisz. Itt van a pénisz, jó? Tehát akkor őt még megvárjuk, és akkor... Úgyis később közelebb lesz, szóval... Az se gond egyébként, hogyha mondjuk... Leszedjük a fejét. Például így, jó? Csak innentől kezdve tiszta út van. Speedrunnerektől láttam egyébként, hogy 4 rohadék is itt volt, és így elfutkostak körülöttük. Nagyon örülök neki, hogy vannak embereknek ilyen képességeik, nekem nem, jó? Tehát én nem tartozom közéjük. Na, akkor megyünk vissza szépen. Rebecca az jól van, szóval a zöld gaz az nem fog kelleni. Más nem hagytam itt, helyem az van. Tök jók vagyunk, gyerekek, tök jók vagyunk, jó? Magnum lőszereket véletlenül se hagyjátok el, jó? Tehát a Magnum az egy mocskos módon erős cucc, és egy lövéssel le tudsz szedni egy csomó mindent. Nem hagyjuk ott, oké? Ennyire tök egyszerű a történet. Szerbusz, Rebi. Gyere velem, jó? Megpróbálunk valamit. Szóval, első körben bejövünk ide. Itt pedig, ami engem érdekel, van itt egy ilyen cucc, ez mindenképpen kell. 3 ilyen táblát kell összeszedni, ugye, ami volt, ja, mondták is ugye a szöveget, hogy mi volt az egység, mit tudom én, engedelmesség, faszom tudja, szektáskodás, na. Szóval ezek, na, és akkor ezeket pedig átadjuk szépen Rebekának, jó, tehát kap tőlünk egy ilyet, parancsolj, Rebi, meg kap tőlünk egy ilyet, oké? Okay? Kulcsot megkérem. Szóval akkor. Na ezért akartam így, mert így legalább van helyünk, jó? Jó, töké. És akkor egy valamit még meg fogok csinálni. Most... Vagy megtépik a seggemet, vagy nem, ez a két opció van. Jó, hogyha igen, akkor sincsen probléma, mert van ugye még zöld növényünk, és még tudunk lövöldözni. Itt igazából nincsen semmi más az égvilágon, csupán csak... mi az Isten, egy fájl, de akkor már bejövök hozzá olvasgatni egyet, jó? Akkor már bejövök olvasgatni egyet. Ez jó lesz. Nem? Csezd meg! Jó, van, akkor muszáj lesz lőnöm őket francba. Na mondom, én a zöld kell ebből. Na végre. Jó van, kicsit pazérékotunk, nem baj. Na, szóval akkor olvasunk. Normál esetben egyébként ez sikerült volna, hogy nem rossz helyen fogom meg az asztalt, hogy Rebekát azt egyébként nem láttátok, de húztam oda oldalra az ajtó felé, hogy ott maradjon, Billyvel pedig elolvassuk ezt. Szóval azt mondja, hogy Management Trainee's Diary. Azt mondja, hogy Management tanonc naplója. What is it that Director Marcus is researching all the time and what's with his weird interest in leeches? Szóval mi az, amit Marcus igazgató állandóan kutat, és mi ez a különös érdeklődése a pióca! Sose tudom ezt a kurva szót piócák iránt. Érdeklődés, inkább imádatnak mondanám. Rumor has it that there's something dangerous about those leeches. It is true that when Dennis just touched one, he got ill with a fever. Vagy touched one, bocsánat. Tehát egy állítólag ezek a piócák nagyon veszélyesek. És Dennis, amikor hozzáért egyhez, akkor lázas lett.
Again today there were those horrible moans beyond the door. Ma megint azok a szörnyű nyögések voltak az ajtón túlról. Let sleeping dogs, no way I go near them. Even if the director ordered me, I don't want to end up like Dennis. Azt mondja, hagyd az alvó kutyákat, biztos, hogy a közülükben nem megyek, még hogyha az igazgató parancsolja is, nem akarom úgy végezni, mint Dennis. That poor bastard, az mondja, szegény ördög. Scratching and scratching makes me itch just watching him. Szóval kapar és kapar, már attól viszketek, ahogy nézem. Must maybe go, if can but how, Dennis gone, I go hungry, oh. Oké, okay, ez ilyen érthetetlen, tehát hogy az a muszáj talán menni, ha tud, ha valami, Dennis elment, én megy, éhes. Itchy tasty, azt mondja, segíts, anyu. Szarügy, roppant szarügy, jó, tehát akkor ő, Dennis, meg a komisz. És itt pedig igazából sok minden nem tudunk, azon kívül, hogy van egy wooden box. Mindenféle fiszfaszokkal. Jó, tehát gyakorlatilag ez ennyi volt. Nem is kell különösebben foglalkozni vele. Ezt azért szerettem volna nektek megmutatni, hogy állok egyébként, megtéptek? Caution persze, nem baj, akkor elhasználjuk majd visszafelé azt az egy darab zöld növényt. Nincs ezzel semmi probléma az égvilágon, jó? Ahogy azzal sincsen egyébként, hogy átértem az áll... Na. Túléptem az általam 30 percre satszolt időt, egyébként nincs ezzel semmi gond. Volt itt már 20 perces rész, volt itt már 30 pár perces rész, jó? Tehát egy kicsit variálunk rajta. Nem probléma. Bár azt vettem észre, hogy a lélektani határ az valahol úgy néz ki, mint ahogy a boltok is nagyon alkalmazzák, hogyha én 29 perc valamennyire állítom, akkor sokkal többet nézitek, mint hogyha mondjuk 30 perc. Jó, tehát akkor úgy voltok vele, hogy a 20 perc gyorsan megnézem. Nem nézed meg gyorsabban, jó? Tehát nem azon fog múlni. Van még helyen Vilmossal, akkor gyorsan meggyógyítom magamat. Oké. Okay. Egy gyors gyógyítás, köszönjük szépen. Erről van szó, futunk. Rendkívül sok lőszerem van, jó? Tehát 132 darab pisztoly lőszer, úgy gondolom, hogy eléggé sok mindenre elég, de majd meglátjátok, hogy úgyis kelleni fog. Első körben viszont váltunk revire. Majd mindjárt, elvileg neki most még van helye. Sőt, gyakorlatilag is van helye, tök jó. Újni. Köszönjük, Rebecca. Vedd föl kérlek szépen ama izét, tökéletes. Nem a handgun-t akartam, hanem a másikat. Nagyon sok minden van itt, amit föl lehet venni. Ezt már nem tudom. Inventory management. Esküszöm, hogy ettől fogok hülyét kapni ebben a játékban. Jó, ez itt marad jelenleg. Köszönjük szépen. Nem. Ez jön velünk. Másikat, jó, pisztolyt. Remélem, hogy nem azt fogod meg. Ez az, köszönöm szépen. Szóval akkor tudjátok, hogy mi a dörgés, tudjátok, hogy mi fog következni. Semmi meglepő nincsen benne, ugye?